Bejárták az országot ezek a felvételek. A videó jó pár évvel ezelőtt született az egyik hazai iskolában arról, ahogy az egyik tanuló inzultálja tanárát. Az elmúlt években aztán számos hasonló erőszakos ügy látott napvilágot. A megyei főügyészséget az itteni esetek gyakoriságáról kérdeztük, válaszukból pedig kiderül, az elmúlt három évben mintegy 50-50 erőszakos és vagyon elleni bűncselekmény történt a szabolcs beregi általános és középiskolákban. A legjellemzőbb, hogy a diákok egymást fenyegetik, bántalmazzák vagy lopnak egymástól, míg ezek csupán a testi sértés vagy garázdaság kategóriájába esnek, a pedagógusok elleni erőszakos fellépés akár a szülők vagy hozzátartozók részéről már közfeladatot ellátó személy elleni erőszak minősül. A közvéleményt általában a tanárok elleni támadás, a tanárok elleni erőszak háborítja fel és érdekli igazán. Minden évben van ilyen, például említhetném azt az általános iskolát, ahol a tanár felelősségre vonta a nem figyelő, feleselő diákot, aztán ebből egy folyosói kergetőzés lett, és a diák felrúgta a tanárnőjét, akinek a lába is eltört. Ezért a bűncselekményért 5 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki a törvény szerint, plusz még a súlyos testi sértés is megállapítható a közfeladatot ellátó személy ellen erőszak büntettén kívül, tehát egy halmazati büntetésre számíthat ez az elkövető. Ezeket az eseteket az ügyészség, ahogy a rendőrség is kiemelten kezeli, és gyorsított eljárás során pár hónapon belül igyekeznek ítéletet hozni. A büntethetőség alsó határa 14 év, ha az ettől fiatalabbak csak olyan súlyos bűncselekmények, például emberölés vagy terrorizmus miatt büntethetők, amelyek nem is fordulnak elő körükben. A nyomozás azonban az ő esetükben is elindul. Értesítik az illetékes gyámhatóságot, és akár állami nevelésbe is vehetik ezeket a gyermekeket. Az idősebb tanulók esetében is ritka a végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása. Inkább nevelő célzatú intézkedés, például felfüggesztett fogházbüntetést, javító intézeti nevelést hoznak ezekben az ügyekben, amelyeknek a tapasztalatok szerint jó a visszatartó hatása. Az iskolai erőszak visszaszorítására lehet megoldás az iskolaőrök alkalmazása, amely már idén össze elkezdődik az ország közel 500 intézményében. Az általunk megkérdezett szakember úgy látja, bizonyos helyzetekben helyeken visszatartó erejű lehet az egyenruhások jelenléte, ami egy idő után megszokott látványá válik. Joguk lesz mások mellett a veszélyesnek ítél diákot igazoltatni, rendőröket hívni rá, vagy testi kényszert alkalmazni rajtuk. Az iskola a pedagógiai mellett pszichológiai felkészítést is kap mielőtt munkába áll. Éreznie kell azt a hangulatot, amely utána mondjuk egy agresszióhoz, egy fizikai vagy verbális bántalmazáshoz vezet. Jelenlétével egy-két kedves szólása, gesztussal, meg tud előzni sok minden, mert hát biztos, hogy nagyon komplex képességgel kell rendelkeznie, mivel gyerekekről van szó egyfajta játékosság, de cinkosság nélkül. Tehát tulajdonképpen, hogy valamilyen értelemben megszólítható legyen, de maga is egyfajta bizalmi emberré váljon, ezt a, ezt a komplex feladatot kell neki majd ellátnia. A szakember szerint a megjelőzésre kellene nagyobb hangsúlyt fektetni, például több pszichológus alkalmazásával, vagy jó kialakításával az intézményekben. Idén eddig egyébként jóval kevesebb iskolai erőszak történt, köszönhetően annak, hogy a vírus helyzet miatt hónapokra kiürültek az oktatási épületek, és digitális formában folyt a tanítás.